Ilyen most az Üllői út és a Nagyvárad tér közötti terület. Igaziból én ezt már évek óta nézegetem. Szíriuszi szakértőket is bevontunk, és megállapítottuk végül, hogy ronda. Így hát nincs más hátra, virágozzon ki az Üllői út, kertészkedjünk együtt. Erre hívja a lakosságot Döme Zsuzsanna alpolgármester, hogy mintegy 200 üres virágkazettát ültessenek be március 27-én közös erővel, majd pedig gondoskodjanak is róluk az önkéntes kertészek hosszú távon. Nem mindent lehet csinálni attól, hogy sokkal szebb legyen, de legalább ezeket a kazettákat, amiket ott a fák körül vannak, valaha kiskertészek, kertekként tündököltek, most katasztrofális állapotban, gyakorlatilag a fák gyökere látszik már ki a kertekből, azok a cserjék, bokrok, amik oda voltak ültetve, annak a 10%-a él körülbelül, tehát egy katasztrofálisan néz ki. És hát én megkerestem ezt főkert terület, én megkerestem a főkertet még össze, hogy ezzel tudnának-e valamit kezdeni. Az volt a válasz, terveznek-e? Hogy terveznek-e, és akkor az volt, hogy a következő pár évben nem, 2-3 év múlva valamit. Én ugye egy türelmetlen ember vagyok, és azért itt több mint 200 ilyen kazetta van, majdnem 500 négyzetméternyi területet lehetne bezöldíteni, és tényleg picit feldobni vele ezt a amúgy nem túl szép szakaszt. És kiszámoltuk természetesen ebben azért a főkert is segít szakértőivel, hogy ez virágmagokkal, tehát ha nem palántában gondolkodunk alapvetően, akkor nagyon-nagyon kevés pénzből megcsinálható. Mindezt kerületközi összefogással. A 8. kerületet is bevonjuk ebbe, nekik már semmi más dolguk nincs, csak a saját oldalukon mozgósítani. Úgyhogy hát az ingyen munkára alapozva berekezdünk most akkor ebbe a projektbe. A gondozás egyébként nem embertelen feladat, mert körülbelül egy heti egyszer kell locsolni, ha nincsen eső, augusztus végéig, viszont ezt be kell osztani, úgyhogy elsősorban kis csapatokat szeretnénk, ha jelentkeznének. Természetesen különös kertészeti képességgel rendelkező magánszemélyek is vállalhatnak ilyen kiskertet, de mi a csapatokat azért szeretnénk inkább, mert ugye akkor a későbbi gondozási feladat is jobban megoldódhat. Tehát kertészkedésre várják azokat a kerületi lakosokat, civil szervezeteket, üzlettulajdonosokat, pártokat március 27-én 11 órától a Korvin negyed és a Nagyvárad tér között, akik szeretnék környezetüket szebbé tenni. A virágföldet a Feszofe biztosítja majd, az eszközöket és a virágmagot az önkormányzat, a főkert pedig a tanácsadásban működik közre. Kérik, hogy azok jelentkezzenek, akik majd a későbbiekben biztosan gondoskodnak az elültetett növényekről, és gondolják végig azt is, hogy hány virágkazetta gondozását, takarítását vállalják, melyeket megjelölnek majd az örökbefogadók nevével. Csatlakozzon ön is az akcióhoz!